Szevasztok, Simon vagyok, és ez itt újra Yogbox, és mint ahogy az előző rész végén mondtam, felvételen kívül átpakoltam a cuccokat ide a bázisra, elhoztam az összes különböző ilyen kristályokat, illetve ezt az érc dolgot is, illetve nem, ez pont, hogy nem érc, hanem ugye egy kitermelt gyakorlatilag ugye fém, azt hiszem, illetve ugye itt van velem az összes eszköz, és azt hiszem egyébként, hogy mindenféle kellemetlenség nélkül teljesen tökéletesen fel vagyok szerelve gyémánt cuccokkal, és még csak le sem kellett mennem bányászni, szóval ez egyébként mégiscsak egy jó kör volt, annak ellenére, hogy a cuccok fele elveszett. Itt van az összes különböző artifakt, amit szereztem, és ebben a részben el fogok indulni ugye megnézni az utolsó dungeon-t is, ami... valamerre arra van, pontosan arra van. Viszont előtte úgy gondoltam, hogy ha már van elég gyémántom és obszidiánom, illetve egy könyvet is craftoltam éppen gyorsan, akkor csinálok magamnak egy enchanting table-t, és megnézzük, hogy ebből a 11 színből igazából mit is tudok kihozni. Obszidián lépcső. Ja nem, polc. Szóval megnézzük, hogy mit tudok ebből a 11 színből kihozni. Azt hiszem egyébként, hogy a kardot lenne a legértelmesebb, illetve legérdemesebb enchantolni. Ó, de jó, hát lehet kiválasztani, hogy mit szeretnék rá. És még ki is írja, hogy milyen szint lesz rajta. Szerintem a legjobb az egy Sharpness lenne rá. Illetve a Fire Aspect az... az egy 7-es. Nem, szerintem egy Smite lesz. Vagy Sharpness. Sharpness-t fogok rárakni, illetve hogyha még tudok mellé valamit. Knockback-et, vagy Fire azt nem. Azt már nem. És Knockback-et sem. Akkor szerintem rárakok egy 2-es Sharpness-t, és akkor ez így tökéletes is lesz nekünk. Ó, ez valamiért nem sikerült. Szóval Sharpness 2 és Enchant. Szuper jó, ugye a Sharpness gyakorlatilag azt csinálja, hogy nagyobbat fog tőle ütni a kard, és most igazából erre van szükségem. És azt hiszem, hogy még csinálok egy sisakot belőle, hogyha már így maradt is. Ó, ezt így nem lehet kicserélni, akkor így manuálisan szépen. És azt hiszem, hogy az obszidiánomat is visszarakom biztonságos helyre, és lassan el tudunk indulni, viszont még egy-két dolgot magamhoz veszek, többek között egy kis fát, mert az bármikor kellhet, egy kis nyilat és az íjat, valamint a párféle kardot, amire mindenképpen szükségem lesz, egy gyémántra már nem, viszont erre a kettőre mindenképpen. Szóval nagyjából egy picit elrendezem gyorsan az inventorimat, és azt hiszem, hogy el is indulhatunk. Amire még szükségem van, az egy kis kaja, viszont sajnos nem sok van nálam. Mindössze egy hús. Valahol kéne még egynek lennie. Arra emlékszem, hogy volt nálam. Na mindegy, gyorsan leratok egy kis búzát, és utána akkor meglátjuk, hogy igazából mivel is tudunk dolgozni. És tényleg akkor elindulok, és felfedezem azt a dungeon-t, remélhetőleg egy rész alatt sikerül is majd befejezni, ugyanis nem tűnt egyébként túl nagynak. Ó, ez jó, ebből 2 kenyér legalább kijön, azzal elhúzom egy darabig. Szóval egyébként, mint mondtam már korábban is, meglehetősen durván fogy a kaja ebben a packben valamiért, pedig úgy csak normálon játszom, tehát nem szabad neki ilyen rövid idő alatt elfogyni. Viszont most szerintem ezzel a kevéskével el leszek ennek a dungeonnek a felderítésének ideje alatt. Úgyhogy ezeket szépen vissza is dobálom, és megcsinálom magamnak a kenyeret. Nincs véletlenül még egy-két búzám. Ja, még véletlenül sincs. Úgyhogy 2 kenyér ebből igazából kijön, illetve a fákják azok fontosak lesznek. Szerintem minden kész van, hogy elinduljunk, szóval... Ó, szuper jó éjszaka van, akkor nagyobb poén lesz az egész. Mi ez a sok? Ja, ezek a víz alatti. Én néztem, hogy mik ezek a zöld dolgok itt a környéken, viszont ezek csak a víz alatti ráják és hasonló mobok voltak. Úgyhogy arra megyünk. 400 blokk az igazából elég messze van, viszont nem akarom ezt a szupermenő kardot elhasználni arra, hogy oda jussunk, ugyanis még biztos, hogy használhatóbb lehetőségek is lesznek majd, hogy felhasználjam azokat a lehetőségeket, amiket igazából nyújt számomra. Na te nagyon szépen kerülj el engem, légy szíves. Erre van egyébként azt hiszem a falu. Ó ne! Na ez nem jó, híd innen szépen gyorsan elfutunk. Igen, pontosan itt van a falu, azt hiszem. Ott mutatja is egyébként a minimapem. Szóval itt szépen elmegyünk mellette, még biztonság kedvéért, nehogy valakivel összetűzésbe kerüljünk. Mondjuk, hogy látom, ez viszonylag biztonságos, azt leszámítva, hogy is szét van robbantva felé, és akár ő beszpawnolhat, mert sem villagerek, se fény nincs itt. Egy kis Rottenflesh lehet, hogy jó lesz, hogyha szerzek. Azzal igazából még tudom pótolni majd a kaja szükségleteimet, és azt hiszem, hogy elég hamar sikerült mindent fel is zabálnom, amit igazából elhoztam magammal, de meglátjuk, hogy fogom kibírni, hát... legalább Rottenflashből el fogok majd élni, hogyha kellene. Viszont... nem, erre nem fogok tudni menni. Szerencséjék, ez a Sharpness kar elég erős kettőütéssel igazából mobokat le tudom ölni, úgyhogy ezzel nem hiszem, hogy túl sok probléma lesz, viszont a dungeonben nagyon kíváncsi vagyok, hogy igazából milyen erős ellenfelek is vannak, mert mondtátok, hogy ott nagyon király cuccokra fogok lelni, viszont ötletem sincs, hogy gyakorlatilag milyenre. És lassan egyre közelebb jutok, ez valami érdekes generálási dolog lehet szerintem, hogy ilyen egyenes ott a homok. És már azt hiszem, hogy pontosan már lassan kezd a ködből kirajzolódni a torony, ami egyébként a dungeon mellett van, viszont nem vagyok biztos benne egyébként, hogy ezt a tornyot én fel akarom fedezni, ugyanis gyakorlatilag teljesen ugyanazt az élményt nyújtaná, mint az előző, ami ugye az előző két résznek a témája volt, és itt kezdődik nekem ez a víz alatti dungeon. Remélhetőleg a fáklyákkal tudok majd levegőt venni, hogyha lennem is találok majd olyan lyukakat, ahol ugye vízmentes helység van. Tehát azt hiszem, hogy itt valahol a környéken egy-két nagyobb nyílás is van a víz alatt, és akkor ott be tudok menni. Oh, hello! Szóval például itt, azt hiszem egyébként, hogy itt tökéletesen el tudom kezdeni a dungeonnek a felkutatását, illetve felfedezését. Oh yeah, spawnerek vannak. Aha. Oh, de szépek vagytok ti. És borzalmas hangotok van, remélhetőleg nem túl hangos. Üst ki. Oh, de szép kis... Wow! Erre nem gondoltam, hogy ilyen durva föld alatti kis rendszerék lesznek, csak... Jól van, annyira sok damage-et nem okoznak, szerencsére a páncélon megteszi a hatását. Viszont spawnertől kicsit messzebb megyek, és akkor nem is kell azzal foglalkoznom, hogy kiüssem őket. Ó, hát ez itt elég érdekesen néz ki, így a sok lebegő inda. Viszont rengeteg gomba van, amiből egyébként nagyon sok kaját lehetne csinálni, tehát ezt lehet, hogy elviszem. És nem igazán ismerem ezeket a dungeonöket, de nagyon remélem, hogy chestet, illetve valami érdekes dolgokat is találok. Eddig sok mindent nem dobtak. Szóval a gomba az egyébként mindenképpen hasznos dolog, mert ugye kaját lehet belőle csinálni. Bár nem tudom, mennyire lesz még szükségem rá. Oké. Erre így nagyjából vége van. Valahogy lejutok oda és... Aha, ott vannak még, úgyhogy egy spawnert biztos fogok találni. Remélhetőleg, hogyha én ennek az indának az oldalára kimászok, ez pont nem olyan, ami levezetne a valaminek itt az oldalán, viszont ugye az indákon elméletileg le tudok mászni, hogyha már egyszer rajta vagyok. Nem fölfele akarok menni. Itt szépen lefelé, és itt nagyjából damage nélkül remélhetőleg meg is tudom oldani azt, hogy én oda lejussak. Egy-két helyen egyébként meglepően sötét van. Ó, jaj, de nagyok vagytok ti! Oké. Ez itt nagyon rossz helyzetnek tűnik, azt hiszem, hogy innen kicsit arrébb is megyek. Jézusom, mennyien vagytok, és milyen nagyok vagytok. Ajaj, ez határozottan nem lesz jó. Ajaj, kezdek megint sarokba szorulni. Jézus Isten, ez egy óriási nagy Silverfishen lovagol. És azt hiszem, hogy meg fogok halni hamarosan. Ó ne. Hogy látom egyébként, igen, ez egy szuper erős dolog lehet ez a Silverfish. Remélhetőleg valahogy, nagyon jó itt spawnoltam, úgyhogy vissza tudok jutni, most már viszont használni fogom a kardomat rá. Szóval ezeket úgy tűnik, hogy nem puha fából faragták. Tehát meglehetősen nagyokat csapnak így a teljes páncélzaton keresztül. Szerencsére a vaspáncélok még úgy nagyjából bírják a strapát. Viszont úgy látom, hogy keményen rá kell menni arra, hogy a spawnerek kiütésével foglalkozzak, ugyanis hát abból, ahogy láttátok, folyamatosan jöttek, és igazából gyorsabban tudnak spawnolni, mint ahogy én meg tudom ölni őket. Ez egy rizikós... Oké, nem sérültem. Jó, akkor ezzel igazából lehet akármilyen magasról leugrani, és akkor a végén nyomsz egy előreugrást, és onnantól kezdve nem is kapok gyakorlatilag semmi damage-et esés után. Viszont oda szépen felrepülünk, és ide is. Na és most lesznek a problémák, hogy a fákon keresztül olyan egyszerűen nem lehet szerintem vele haladni. Főleg, hogy azt se látom, hogy merre kéne menni. És még 200 blokkot. Azt hiszem, hogy... Nem próbálok meg följebb menni, mert a végén véletlenül leesek, és onnantól kezdve nagy problémák lesznek. Viszont a Rottenflesh-t azt bekészítem. Nem dobtam ki nyilakat, nem. Szuper jó. És persze a hangert véletlenül is ad be. Na szóval, most valahogy megpróbálok elrepülni oda gyorsan. Jézus, szimulátorozunk egy picit még. És talán, innen jöttem be. Úgyhogy most valahonnan, máshonnan próbálkozok meg, ami egy kicsit biztonságosabbnak tűnik. Nem. tudjátok mit, jövök továbbra is innen. És egyébként ott, ahogy látom, több ilyen kis felszíni, illetve hát gyakorlatilag víz alatt ide, hogy a földből kinyúló része van. Jaj, de sokan vagytok. Az a helyzet, hogy nyillal annyira nem vagyok szerintem erős ellenük. Úgyhogy most elkezdem a spawnereket kiütögetni. Oh, hello. Örülnék egyébként, hogyha legalább páncélokat dobálnának. Mégiscsak itt látok valakit gyémánt szerkóban. Na, ó, nagyon jó. És van egy chest alatta. Ó. Á, szuper, egy kis arany. Az mindig jó. Az mindig jó. És itt van egy csávó gyémánt cuccban, ahogy látom valahol. Ó, és nagy gombáitok is vannak. Szuper jó. Ja, hogy ők ebben próbálnak élni, vagy valami hasonló tevékenységet folytatni. Hát ez valami zseniálisan sikerült. Ajaj. Oké, igen, ő csapja a nagy hangzavart, igazából az óriási Silverfish, mert ők szerencsére nem tudnak onnan kijutni, úgyhogy ha mázlim van, meg tudom ölni őket, viszont nem. Azt hiszem, hogy itt az lesz, hogy elkezdek fölfele úszni, és közben megütöm őket, és akkor valahogy csak sikerül megölni. Ezek valami kegyetlenül sokan jönnek, szerintem nem egy spawnerrel lesz itt dolgom, viszont kellene valami kaja, viszont szerencsére van nálam elég fa, és hogyha el tudom falazni magam, valami csodálatos módszerrel, akkor tudok csinálni egy kis kaját, és onnantól kezdve nem lesz semmi probléma. Oké, és azt hiszem, hogy ide szépen... Oké, fákja. Kivettem, zseniális volt ezt, ahogy megcsináltam, kivettem azt az egy darabot. Jó, akkor most csinálunk egy workbench-et, és ezt mondjuk kicserélem workbenchre. Ó, valami borzalmas hangjuk van. Remélem nem vagyok benne pont abban a területben, ahol tudnak spawnolni, mert akkor mire kiérek, addigra nem egy ellenfél fog igazából várni az ajtó előtt. Szóval most kajálok gyorsan egy kicsit, visszatöltöm az életemet, és utána akkor kinézünk, hogy igazából mi is folyik ott kint. Hol van a többi tál? Ez csak nekem tűnik valamiért érdekesnek, hogy nincs nálam a többi kaja? Nem, ez határozottan nincs nálam. És egyet megettem, és az összes eltűnt. Hát ez valami nagyon... nagyon sikeres bug volt. Á, te mit csinálsz? Te még semmit nem csinálsz, téged craftolni kell. Jól van, hát ezt akkor megtanultam, hogy nem szabad több... hogy is mondják ezt, levest magamnál tartanom. És most szépen kinézünk, hogy... mi is itt a helyzet. Most igazából nem nagyon érdekel, hogy a kardom roncsolódik, és van még otthon három másik gyémánt kardom, így gyakorlatilag ingyen szereztem, viszont így nem kell szórakoznom, és rögtön tudok ütni, hogyha... Hát tudjátok mit, az ilyen nyugodtan ütetem, mert az nem rongálódik. Ó, onnan rengetegen jöttek, úgyhogy ahogy látom, oda fel kell rohannom a spawnerért. Á, hogyha megölöm, akkor utána leesik a Silverfishről, és jön utána. Úramisten, milyen sokan vagytok, és mekkorát sebeztek. Ez határozottan nem lesz itt jó. Az meg a másik, hogy ennyi HP-val ide jövök mellé. Ah, szuper. Gyorsan kiszedjük a chestből a dolgokat. Egy kis kaját megint tudok csinálni, mert szereztem búzát. Hű, hát... azt hiszem erre van még valaki, úgyhogy most ezt a dungeon-t igazából még ki fogom tisztítani, és meglátjuk, hogy... Oké, ide vízben még szerencsére le tudok úszni, és meglátjuk, hogy esetleg még valami értékesebb cuccra is szert tudok tenni, mert igazából elég érdekel, hogy miket lehet még itt szerezni. Mondjuk azért a vas és az arany sem elhanyagolható loot igazából. Van mindenféle gombám, Szóval majd valamikor csinálok még levest, hogyha esetleg lemegy az éjségem. Ó, hello! Te honnan jöttél? És egyébként gázt hangjuk van, ami igazából a legidegesítőbb hang az egész játékban, a másik pedig a Silverfish. Ennek a kombinációjával csodálatosan fel tudják idegesíteni az ember füleit. Te leugrottál meghalni? Viszont itt egy gomba. Szóval gombának hívják. No, ahogy látom, ők most nem ezen a területen vannak. Itt van egy másik spawner. Te egy furcsa csirke vagy. Jaj, ne, gyerekek, ezt a hangot ne adjátok, kérlek, ez valami borzalmas. Még egy kis fát is lerakok mellé, és... szépen sneaky mód. Szuper jó. Na, ó, strength potion. Mármint komolyan? Ezek a bugok nagyon kiakasztanak. Most konkrétan a strength potion-t... Ja nem, oké. Hú. Majdnem megijedtem, hogy a Strength Potion-öm visszaváltozott, és ez az előző bug, ez a kajás, ez igazából arra enged következtetni, hogy már bármi megtörtént ebben a játékban, és hogy látom, hogy itt van egy Clear Potion-öm, amit még talán tudok kombinálni valamivel. Itt viszont, nagyon szuperül le tudok ereszkedni, és itt ezt a csávót megtámadjuk, hello. Ó, de akadályoznak az indek. De egyébként szemmel láthatod őt is, úgyhogy... Ojaj. Ez elég rosszul hangzik. És össze van kapcsolva konkrétan egy barlangrendszerrel? Hú, hát ez igazából egy elég nagy túra lenne, hogyha én ezt fel szeretném fedezni, de nem szeretném felfedezni. Ugyanis utálok barlangrendszereket felfedezni az 1.8 óta, amióta ilyen óriási nagyok. Ugyanis órákat veszel, tehát konkrétan egy barlangrendszernek a felderítése órákat veszel, és én ezt nagyon nem szeretem egyébként csinálni. Nyilván a bányászás jó dolog, meg cuccokat találni, de azért mégiscsak. Neked remélem nincs híjad. Ez nem az, amit a kezedben látok. Ott van még egy. Nem baj, most már lenyilazom őket, és nem tudnak elérni hozzám. Mit értek a silverfish-etekkel, ha nem tudnak repülni? Ó, szuper, nem tudom eltalálni az inda miatt. Ó, nagyon jó. Te is megvagy, és most jön a gyémánt cuccos csávó. Ez igazából... Ja nem, ő nem halt meg. Ő neki már a negyedik lövés lesz. Még nem tudom eltalálni. Azt hiszem, hogy most lesz az, hogy lemegyek. És szétcsapok közöttük. Hogyha az indák is engednék. És itt ez vagy egy stronghold, vagy itt is spawnolnak, illetve generálódnak ilyen különböző stonebrickek. Jajaj, azt hiszem, hogy gyorsan oda kéne mennem nekem ez a spawnerhez. Mert még több problémát okozhat nekem. Oké. Problémát igazából okozott is. Én de most be fogok nézni. Ó, nem. Rossz ötlet. Sikerült sarokba szorítani magamat. Oké. Ja, hogy... Ó, igen. Ezek konkrétan használják is egyébként a különböző armoroknak a úgymond előnyeit, ugyanis több ütés kell, és látjátok, ahogy ütöm őket, úgy leesik róluk a különböző armor darabok. Ez szerintem konkrétan egy stronghold. Ó, itt valami lóg. Ja igen, ez egy olyan patkányszerű dolog lesz. Azt hiszem, hogy ide visszafalazom magam, és ennek a résznek vége lesz. A következőben egy kicsit még itt szórakozunk, és felfedezzük a strongholdot. Ó, ez nem stronghold. Ez szintén ide tartozik, és tele van ilyen goblin cuccokkal. Szóval egy kis biztonságos helyet itt alakítottam magamnak, és a következő részben fel fogjuk fedezni itt ezt a környéket. Ó, azért annyira nem biztonságos, ahogy látom. Szóval a következő évben fel fogjuk fedezni a környéket, és innen bentről erről a tökéletesen biztonságos helyről fogom folytatni majd a felvételt. Viszont hogyha már nem akarok nagyon szarkasztikus lenni, akkor akár be is fedhetném, és akkor tényleg... És így már akkor talán... Biztonság... Ó, nem. Oké, most vagyok biztonságban. Szóval a következő része hamarosan jövök, addig is. Sziasztok!